Sziasztok! Gabesz vagyok és folytatódik a fejezetek a Full Ring Cash Gimble című videósorozat. A következő részben a flop előtti 3-bet-ekkel fogunk foglalkozni, és ezután egy hendelemző videót láthatok körülbelül fél óra terjedelemben. Elsőként olyan hendeket fogok bemutatni, amikor mi stribetelünk, illetve valamelyik stribet koncepciót alkalmazzuk, esetleg squeezelünk. Azt javaslom, vágjuk is bele, mindenkinek jó szórakozást és jó tanulást kívánok! És nézzük is meg az első hendet, gomba ülünk, és játszható szújt lapot tartunk, ennél 20-as asztalról van szó, és nézzük, hogy mi történik előttünk, itt a hijack 20 per 14-et játszó játékos emel 3 bb ig és mi következünk, ugye ez egy elég egyértelmű szituáció, látszik, hogy ellenfőnek 81%-os uh, Fortus Ribet statja van. Ráadásul, hát ez egy 16 elemű minta, azt gondolom, hogy ezért uh, ez már egy elég megfelelő szám ahhoz, hogy itt uh, megpróbálhassunk dobatni vele. Tehát a koncepció teljesen egyszerű, ugye itt egy polarizált uh, skálával fogunk ellen ebben a helyzetben szribetelni, és mivel uh, gombon ülünk, és ezért uh, nagyon nagy részt a dobást várunk tőle, hogyha szribetelünk, ezért azért ennek a polarizált a nagyobbik része inkább löv lapokból fog állni. Tehát, hogyha mondjuk itt kapunk egy ázdámát, vagy egy pubi párt, vagy akár <laughs> néha egy dámapárral is csak meg lehet adni pozícióból, hiszen az ennél gyengébb lapokat nagy valószínűséggel mind eldobálná pozíción kívül 3-betre, és forbet esetén pedig mindjárt megnézzük, hogy se egy 1,7-es forbet range -e van, behúzom középre a hádot, hogy látszódjon minden. Uh, igen, hát itt akkor egy, egy dámapárral már nyugodt szívvel szribetelhetünk ellen a értékért, sőt talán egy bubi párral is, hogyha egy ilyen hijack button szitu van terítéken, tehát gyakorlatilag a lényeg az, hogy ez az ászat, egy kiváló lap arra, hogy bluffből szribeteljünk, és Gyakorlatilag egy ilyen háromszoros, nem egy nagyon picivel nagyobb uh, méretezést, ne egy 1,92 dollár, két dollár körüli összeggel elég gyüvetelni, hiszen tényleg uh, úgyis dobni fog, vagy forbetelni. Uh, és ahogy vakok dobtak, eh, ellenfelünk pedig forbetel bennünket uh, 5 ig amire én a dobást választottam, ugye itt, hogy így, hogy uh, azért elég lazán fog itt ebben a szituációban valószínűleg tönkre menni így azt gondolom, hogy a dobás jobb játék, de ettől függetlenül a... Ettől függetlenül, áh, itt van, ettől függetlenül a bet, azt gondolom, hogy elég standard ebben a szituációban. Most nem jött be, de, de tényleg az esetek túlnyomó többségében erre dobást fogunk kapni. Menjünk is tovább. Csak következő az megint egy elég egyszerű példa lesz. Kisvakon ül, ülünk, és egy s 7 lapot tartunk ennél a 30-as asztalnál. Mindenki dob, a kisvak pedig egy elég agresszívnek tűnő, regulár 90 centig emel. Megnézzük a Steel statisztikáit. Itt egy pillanatra egy ESB-ről 50 tehát minden második lappal lopni fog. Most azt hiszem, hogy ezt nem is nagyon kell részletezni, hogy ezzel ön a 50%-os kényszer ellen az S7 az elég jó. Uh, elég jól teljesít, tehát itt igazából a dobás az fel sem merülhet, viszont úgy gondolom, hogy egy ilyen uh, agro játékos ráadásul ugye limiten a jobb uh, regulárok közé tartozik, azt gondolom, hogy a megadás az uh, nem igazán játszik, ellenben ugye van egy blokkerünk és elég sokat 69%-ban dob 3-betre ellenfelünk, tehát itt megint uh, az a helyzet, hogy pozícióban is ününk, sokat is dob 3 tehát itt egy depolar, illetve egy polarizált kézskálával tudunk ellene szribetelni, Ezt meg is tesszük. Itt megint csak ugye gyakorlatilag egy háromszoros méretezés elegendő. És ellenfelünk pedig dobott. a következő handben már egy kicsit speciálisabb lesz a szituáció. De a koncepció az ugyanaz. Tehát elhúzásra azt és a gomban egy 8 off-suite, ugye megint csak egy tartalmazó kezünk van. És sorra dobnak a játékosok, a button pedig egy kb. 50 BB-vel játékos hat uh, van centig, a 3 nagyvaki gem-el. Most ez a játékos valószínűleg egy mid-stake uh, regulár, illetve annak egy ilyen nem túl erősebb kiadása. Azt hiszem talán 40 nagyvakkal uh, szokott beülni az asztalokhoz, de ezt erre most nem emlékszem pontosan, ezt abból gondolom, hogy uh, ugye nem pont 50 BB-vel tehát valószínűleg sikerült feltornászni a, a letétjét 50 BB környékére. Tehát lényeg az, hogy itt megint csak ugye 43%-os a stílje, ami a 49, és 15 alkalomból 10-szer dobott 3 -betre. Most ez megint csak egy, egy ideális szituáció, hogy megpróbáljuk bluff 3 és Ebben a helyzetben a letétet valószínűleg vagy egy 4-bet kapnánk, vagy pedig egy uh, olyan 4-betet, amivel már uh, komitálja magát ez a játékos. Tehát itt a stackjére való tekintettel tulajdonképpen fölösleges akár a háromszoros emelésméretezést is uh, alkalmazni, és bőven elég egy ilyen két és fél is, mert ugyanazt az eredményt fogjuk elérni. Viszont uh, mi nem komitáljuk magunkat, és uh, gyakorlatilag olcsóbb is a blöffünk, és ezáltal tovább növeljük a várható értékét. Uh, igaz, hogy itt a, 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 a egy gyengébb játékos viszonylag magas vpip vel de azért mégiscsak csak látott egy emelést, látott egy 3-betet, tehát igaz, hogy csak 7,5, idézőjelben csak 7,5 nagyvak a az emelés méretezése, tehát 6 fél nagyvakot kell megadni, de ezért itt nem fogja akármivel kólolni. Tehát ez azért ellene is elegendő fold equity-vel kell, hogy rendelkezzen ez a 3 -bet. És hogy látjuk, megkaptuk a dobást mindenkitől. Ez a hand ez megint egy, egy tipikus példa lesz a squeeze-re. NL 30-es asztalon ülünk és uh, sorra jönnek a dobások. A button-on pedig egy uh, játékos, akiről igaz, hogy kevés handünk van eddig, de minden alkalommal dobott 3-betre, ami 3-ból 3-at jelent, illetve button-ről eddig 2-ből egyszer steal-el, tehát kis minták persze, de elég, uh, maga a szituáció elég standard, egy érkezik egy lopás, kisvagó pedig egy gyengébb regulár megad, és mi pedig egy blokkel elülünk, tehát ez, ez, megint csak a squeeze-nek az iskola példája lesz, és itt egy ilyen uh, gyakorlatilag egy ötszörös emelést uh, hajtunk végre, egy ötszörös méretű szribetet, és a button dob, és ugyanígy tesz a Kisvagó is, tehát igazából uh, érdemes, amit érdemes megfigyelni, hogy a blokkerünk volt, és... Uh, és... Ugye, hogyha egy panda megadott volna, akkor pozíción kívülről kellett volna. Igaz, hogy te neki egy, azért nem túl magas a Fortus bete 53, de így, hogy pozíción kívül lesz, így azért ez biztos, hogy ez az érték itt jócskán megugrik ebben a szituációban, tehát igazából itt nem nagyon fogunk tőle sem kolt várni, úgyhogy besöpörjük a kasszát. És a következő leosztáson el 30-on történt, úgy látszik, hogy tele is van az asztal, 9 résztvevő van a potban. És ebben a rendben tulajdonképpen azt fogom megmutatni, hogy mikor ne squeeze-eljetek, ez egy borzasztóan rosszul játszott leosztás lesz. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mi történik. Ugye dobnak, és ez a kevesebb mint 50 BB-vel rendelkező játékos, 12 dollár, hát igen, ez 45 nagyva körüli összeggel rendelkező játékos uh, emel négy nagyvakot, tehát már alapból ugye nem három, hanem négy nagyvakot kellene strebetelnünk. Érkezik egy call, egy uh, olyan játékos, aki eddig minden strebetre dobott, és a, uh, az eredeti emelő is, hogy 68%-os foltú stribete van. Ez így önmagában egy uh, nagyon jó szituáció lenne a squeeze-re. Sőt, én azt gondolom, hogy itt a 67 per 21-es játékos esetleg megadda, még akkor is igazából ellene valószínűleg jól teljesíteni ez az ASZ-10 és még akár elő is lehetnénk a range ellen, tehát akár ezt úgy is felfoghatnánk, hogy ezen az eredeti emelő ellen egy és a megadó ellen pedig értékért, ugye látszik, hogy ez egy elég gyenge játékosnak tűnik, viszont az a probléma, hogy ha megnépnénk a squeeze akkor utána az eredeti emelőnek a forbettjére már nem tudnánk dobni, és ugye látszik, hogy 14% a forbetes, 1,6% a forbet, a forbet tehát azért bizony benne van a játékában a forbet, tehát bőven számíthatunk tőle ilyen dolgokra, és itt ugye standard squeeze sizing az egy, egy kb. Ötszörös érték lenne, tehát egy ilyen 550 és 6 dollár közötti összeggel lenne érdemes squeeze -elni. és én ezt meg is léptem, Viszont még egyszer mondom, hogy az a probléma, én meg is kaptam a pusta az eredeti emelőtől, még egyszer mondom, hogy igazából az a probléma, hogy nem tudunk már dobni, tehát gyakorlatilag ettől a squiz teljes egészében el lehetett volna tekinteni, és valószínűleg jobb játék lett volna esetleg emiatt a gyenge játékos miatt a megadás, hiszen szóval azért vele szemben azért van implied oddsunk, amikor, amikor valami erőset tudunk floppolni, tehát egy két párt vagy egy flush drót vagy valami ilyesmit, ami ugye jobb, mint egy sima toppár. Tehát itt megnéptem a squeeze és ugye kaptunk is egy olint, mi pedig, ugye 26%-os potocunk van, tehát nem tudunk dobni. Megadunk, és felünk egy ás kriájt mutatott. Tehát ilyen helyzetben nagyon könnyen belefutatunk dominát ászba, és tényleg nézzük meg a stackeket, mielőtt ilyen squeeze -re szánjuk el magunkat, és mondjuk a statok is megfelelőnek tűnnek. Nagyjából ennyi ennek a hennek a tanulsága. A következő egy példát láthatok a depolarizált kézskálával való szribetelésre. Ennél 20-as asztal, most csak heten ülünk az asztal körül, és ugye volt egy autóposztoló is, csekkel, még egy limper és egy hát uh, igaz, hogy nem túl sok kendünk van róla, de <coughs> elnézést egy elég lazának és agresszívnek tűnő játékos emel fél nagy vakig látjuk, hogy eddig nem igazán dobott 3 uh, betre igaz, hogy ez két alkalmat jelent, de feltételezhetően ez tendencia ez a későbbiekben is így fog alakulni, úgyhogy ezen a játékos ellen ez az ász, ez, ez egy kiváló lap, hogy értékért szribeteljünk, és meg is tesszük háromig. Tehát azt mondják, hogyha egy forbetolni ment volna, ugye mert nem tudtunk volna dobni, de ettől függetlenül azért ebben a szrivetben igen komoly értéket látok, és ugye 3 dollárig szribetelünk, Limpedek dobnak, ő pedig megad, és a flop a számunkra nagyon jó, én úgy döntöttem, hogy itt egy Czech fogok játszani, és megpróbálom megblöfföltetni ezt a játékost, aki egy félpotot betelt, és ezzel ugye kommentálta is magát, úgyhogy itt megadta az Olint is, és szerencsére kitartott a lapunk egy gyengébb dáma ellen. Tehát még egyszer, amire érdemes itt odafigyelni, hogy ilyen játékos ellen, aki véletlenül nem fog dobni sokat 3-betre, depolarizált készskellával fogunk szribetelni, hogyan az elméleti videóból is esetleg már hallhattátok, vagy nyilván máshonnan is, tehát depolarizált készskellával szribetelünk, és az, az azért szribetelünk, mert gyengébb lapokkal, esetleg gyengébb ászokkal, vagy itt példában látható gyengébb dálnakkal is megad, és onnantól, hogy ez a flop leterült, onnantól pedig szeretnék betenni ellene a az egész tekkünket. És eddig mindig a, olyan hendeket láttunk a videóban, amikor mi voltunk pozícióban, és onnan ribeteltünk, teltünk. most itt az ideje egy olyan példát is mutatni, amikor pozíción kívülről fogunk egy sima szribe, tehát hogy nem squeeze ö, elsütni. Ennél úszas asztal, és ö, mindenki dob a hijack-ig, a ben egy gyengébb tűnő regulár ML 4 BB-t, és teljes tek tehát 20 dollár 100 nagyvak effektív stackről van szó, mi pedig kisvakon ülünk egy 7-8 szújt. de ellenfelünk fall to bet értéke 62, ami azt azért már egy határérték felett van, tehát ami általában 60 fölött van, azok ellen a játékosok ellen már ezért érdemes blöbbből szribetelgetni, és tehát a lapunk is kiváló, ehhez hiszen azért uh, posztlop könnyen fel tudjuk adni, hogyha uh, nehéz helyzetbe kerülünk, vagy mondjuk ellenállásba ütközünk, tehát igazából uh, sokkal kevesebb határ egy szituáció, mint hogyha mondjuk egy uh, például egy dáma vagy egy ás 8 szújtiddel szribetelnénk, tehát itt azért jóval könnyebben meg tudunk válni a lapunktól, hogyha nem segített a flop. Úgyhogy, és mivel 4bb-t emelt a játékos, ezért igazából nem is kell egy négyszeres, tehát egy Kicsit uh, kisebb uh, bed sizing is elég, szerintem egy ilyen 2,83 körül az éppen megfelelő. Az uh, ugyanig az, hogy, ugyan hogy utánunk ül még egy uh, sorstek játékos, aki, hogyha itt Olin megy, akkor nem fogunk tudni már dobni, de azért azt észre kell venni, hogy az előző 10 helyzethez tele ellentétben. Uh, itt azért ugye elég aktív játékosról van szó, szóval tehát elég széles range -el fogja ezt betenni, valószínűleg ugye pakit párokkal, erősebb bászos lapokkal, esetleg gyengébb bászos lapokkal, és ez ellen a tágabb ninja ellen ez a 7-8 szújt, ezért sokkal jobban teljesít, mint az előző hennél a Mitztek regulár forbet rangénél az ugye az is szújt időnk. tehát ott gyakorlatilag agyon leszünk dominálva, illetve jó esetben lesz az ász, mint fölé lap élni fog, itt azonban sokkal jobb equity lesz a játékos ninja ellen, egyébként mind a két ellenfél dobott. Tehát igazából itt ez, a, ez arra volt jó, hogy megmutassa, hogy milyen lapokkal lehet érdemes pozíción kívülről sima Fritz bemutatni. A következő ez egy sima NL10-es hand, és igazából látszik, hogy gomban ülünk, és egy 4-9 off teljesen szemétlap van nálunk. Uh, igazából ezzel azt szeretném szemléltetni, hogy olyan játékosok ellen, akiknek tehát látjuk, 3100 leosztás van uh, erről az ellenfelünkről, és 86%-ban dob Sribet, hogy 59 6, gyakorlatilag egy 60 elemi mintából. Tehát egy ilyen uh, játékos ellen brutálisan plusz és bármilyen két lappal szribetelni a úgy Úgyhogy én ezt itt meg is teszem. de nem, itt sem kell gyakorlatilag a háromszorosnál nagyon több. És ugye látszik, hogy a vakok Egy uh, 10 per 5 és egy 11 per 9-es stack játékos Tehát ők abszolút nem veszélyesek, teljesen uh, feszesek. Tehát egy ilyen szituáció után én kétlem, hogy uh, egy bubi párral még uh, megadnán. Tehát jóval, jóval erősebb lapokat is itt el fognak dobni. Uh, és az, hogy itt 86%-ban dobó játékos van, tehát itt tényleg akár le is takarhatjuk a kezünket, és, és, meg, és uh, megléphetjük ezt a sribetet, mert, mert nagyon brutál plusz elvé. Ilyen játékossal találkozunk, aki, aki ennyit dob, akkor amíg uh, nem alkalmazkodik hozzánk, gyakorlatilag tényleg szamaszét szóval szribetelhetjük, mert uh, óriási pluszt fog nekünk hozni, és ráadásul ugye nyerésben És itt a következő parti, ez megint egy squeezed hand lesz, ugye ez bubit kapunk a kis a 30-on, ugye 8 játékosul az asztalnál, és dobások a cut a Catoff pedig 3 bb t ugye látszik, hogy uh, ugye az, hogy csak 156 handünk van róla, de ez alatt egy nagyon-nagyon laza és agresszív játékot mutatott ez az ellenfél, és ugye 21%-ban dobott csak Sreebetre, uh, betre, ez itt 14 elemű minta be is húzom, hogy látszódjon a videón is. Most ilyen játékosokat, tehát ugye, gyakorlatilag ezek a, 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 mániákus játékos kategóriába tartoznak. Itt igazából nagyon-nagyon széles range lehet értékért 3 uh, és mi is ezt tesszük, tehát tulajdonképpen ez tipikus példája annak, amikor uh, depolarizált két skálával tudunk értékért emelni. Itt ez a a Bethany ülő ugye van is 3,3-as uh, Sribet, a Bethany 4% ez az érték. Tehát ő, ő itt igazából, valószínűleg már, hogyha erős lapja lett volna, akkor akkor biztosan ő maga szribetelte volna ezt az 50 per 25-ös játékost. Így viszont uh, mi magunk megtesszük, és sajnos dobott a. Buttonről pedig ugye 82 ban dob szívetre, ez megint csak egy nagyon magas érték. Uh, Tehát pedig ugye dobást is vártunk, viszont a, azért nem lett volna rossz, hogyha Katoffal meg tudjuk nézni a flopot. Megint egy uh, squeeze szituáció következik. Ez támával ülünk a kisvakon, a 30-as asztalon, de látszik, hogy megint csak tele van az asztal, és jön csak dobnak, és a hijack az, aki két és fél BB-t emel. látszik, hogy egy 20 per 13 as egy gyengébb uh, regulárról van szó. És két és fél nagy vakig emel, ez a 32 per 7-es short stack játékos pedig megad. És az feltűnhet, hogy mind a ketten nagyon keveset dobnak a 3 -betre. Itt 39 az eredeti emelőn és 32 a kólernél és a button dobni pedig ilyen játékosok ellen, ráadásul ugye itt, hogy uh, gyakorlatilag uh, 20 per 10, be is húzom, ugye 1,2 k hand alatt uh, ez a, játékos MP-ből ilyen 20 per 15, cut 20 per 13, tehát egy uh, ilyen körüli statokat játszik, ellenük uh, ellenetet ellene, tényleg uh, az sd már értékért tudjuk szribetelni. Megint csak ugye depolarizált a szribet készskálánk. Gondolom, hogy a helyes, helyes szribet készskála ebben a szituációban. És megint csak szribetelünk itt a betsizingra már nagyon nem térnek ki az előző példákban. Kiveséztük. És a nagy vak dob. És az eredeti emelő is dob, itt pedig uh, jön egy kóla a 32 per 7-es játékostól. Igazából uh, tényleg valószínűleg szanaszét domináljuk a ranger de legalábbis nagyon-nagyon elöl vagyunk ellene. Jön egy flop, ez az 5-6-10. Itt igazából a probléma az, hogy kométidek vagyunk, viszont uh, könnyen nagyon könnyen elképzelhető, hogy. Um, gyengébb ásza tehát mondjuk egy ászbubi, vagy akár ász 9, vagy, vagy nem is csak ászos lapja, hanem mondjuk egy királydám, a királybubi, tehát ilyen lapok bőven benne vannak a range amik ellen elől is vagyunk. A, Pakit várok ellen, ugye van egy 25%-unk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a szituációban nem is lehet kérdéses, hogy értékért fogunk tudni célbetelni. Igaz, hogy a előző hendekben Ugye 22%-ig jutott csak el mutatásig, 22%-ban jutott el mutatásig, ez pedig arra enged következtetni, hogy ezért itt még fold equity is van, tehát ö, fogunk jó néhányszor dobást is kapni, és azt gondolom, hogy itt a legjobb játék, amikor ö, tehát, hogy mi betelünk, és ha Oli menj ellen felünk, akkor hát ugye nem túl agresszív ezen a flopon, de amíg van rá esély, hogy elő vagyunk, és ugye tehát nyilván committedek vagyunk, tehát amíg van rá esély, hogy mi vagyunk elő, mi lapunk jobb, addig, addig érdemes bepakolni a maradék stacket. Tehát itt ugye betcall-t játszottam, és teljesen ellenfelem Olin is ment, én pedig nyilván megadok. Viszont sajnos egy ASZ-10 szújtidet mutatott, amivel ugye kialakult egy toppárja a flopon, de még egyszer itt a lényeg Jelen ellenfél apjának az ismeretében, hogy tehát teljesen jó volt itt egy depolarizált skálában. ezzel az esztálmával értékért, sztríbetelni, hiszen látszik, hogy egy dominált, gyengébb lappal megadott, gyakorlatilag 31%-a volt itt a flop előtt, és így tudtuk bepakoltatni a stackjének Hát tulajdonképpen több mint a harmadát. Tehát. A tízes az pedig igazából BedBeatnek minősíthető. a következő hendben NL20-as asztal ülünk, és nagyvakon dáma párt kapunk. És utg egy 30 per 7-es játékos, igaz, hogy kevés hendünk van róla, tehát viszonylag ismeretlen játékos limpel. És Érkezik egy emelés, egy ilyen kb. 75 nagyvakos játékos aki eddig kevés hennünk van róla is, de az alatt elég agresszíven játszott, 36 per 22, és a kis vakon jön egy megadás, és ugye itt ez egy mini emelés gyakorlatilag, tehát ez nem kérdés, hogy szkvizelni fogunk értékért, és én azt gondolom, hogy ha itt a szerődeti emelő forbetelne bennünket, akkor vagy ugye akár pusolhat is, nem kérdés, hogy megadnék. Tehát egy ilyen az ajánlékosnak nem fogok, főleg így, hogy ül, nem fog pár dobni katóff uh, VS vak harcban, ráadásul egy squeezed podban. Meg is léptem ezt a squeeze-t, két dollárig, uh, Utólag akár lehetne egy kicsit nagyobb is, tehát ilyen 42-50 mondjuk, mert ugye mini emelést squeezeltünk, és ilyenkor ráadásul az eredeti emelő képes pozíción kívül is vagyunk akkor érdemes egy kicsit felfelé eltérni, eltérni a standard bet tól de végül is ezzel sincsen semmi probléma. Most azonban egy fordulat következik a partiban, hiszen a Limper pusol 8,5 dollárt, és ennek hatására az eredeti emelő és a megadó dob, mi pedig így itt állunk, heads és 37%-os potocunk van na most amíg, tehát viszonylag ismeretlen játékosul amíg nincsen olyan időnk vagy nótunk, nem láttuk még gyengébb lappal tönkre menni, akár ász királyjal, akár dámapárral ilyen limp rész szituációban, mint ászpár vagy királypár, én azt javaslom, ha csak nincs meg a 20%-os potot akkor igenis dobjuk el a dámákat bármennyire is fájó de ez mikro limiten inkább bász király pár lesz, és nem próbálja meg egyensúlyozni, tehát balanszálni, vagy, vagy bármi ilyesmit az adott ellenfél. Tehát amíg nincs meg a 20%-os potot, én azt hiszem, hogy érdemes inkább megválni a dámáktól. Úgyhogy hogyha tudjuk, hogy ez király is benne van a rangeben, akkor rögtön 40%-ra ugrik az equity és akkor már ugye megvan a kellő potocunk a kolhoz, azonban ezt nem tudjuk biztosan, úgyhogy itt inkább dobást javaslom. Érdekes, ugye, hogyha egy kicsit nagyobbat uh, volna flop előtt, akkor, akkor, akkor sokkal közelebb lenne a potocunk az elvárt 20%-hoz, de így, mivel nincs meg, én azt mondom, hogy dobni kellene, én megadtam, és nem is ö, csalódtam, tehát igazából nem is, nem is ért meglepetés a mutatásnál, Sajnos, de még egyszer mondom, ez egy bőven egy dobható szituáció itt. És akkor itt a mai utolsó hendünk. Mivel elég kevés posztlop játék volt a videóban, ezért megpróbáltam most egy olyan hendet kiválasztani, ahol azért nézzünk flopot, és kell posztlop döntéseket is hozni. A királypárt kapunk a nem látszik teljesen, de katofon És jön egy limp, egy 43 per 0 játékostól, és hát gyakorlatilag egy ismeretlen ellenfél emel három nagyvakig. Ebben a szituációban hát uh, hijack és katof, úgy gondolom, hogy királypárral nagyon-nagyon szuper standard a race call, tehát vagy legalábbis race broke, hogyha itt forbetet kapunk, akkor, akkor tönkre is mennék. A többiek dobnak. Itt azonban érkezik egy jó megadás, és hát kapunk egy nem túl vidám flopot. Itt tulajdonképpen egy ismer ismeretlen játékosról azért nem feltételezném rögtön, hogy össze-vissza minden mindenféle lappal, pozíción kívül szribeteket Ugye ráadásul a szívet méretezés is egy teljesen standard, tehát egy kicsit több mint háromszoros volt. Nem, nem nagyon fog itt mindenféle lappal kólozni, elénk csekkel a játékos. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ha ezt a flopot megpróbáljuk összeilleszteni a ellenfelünknek a lehetséges készskálájával, akkor azt mondhatnánk, hogy bármennyire is draw heavy ez a flop, azért uh, relatíve ritkán lesznek nála a húzólapok, hiszen az ő calling range inkább olyan lapok lesznek, amivel ez a flop ez kész kezeket adott, tehát gondolok itt egy ázdámára, ázbubira, amikkel ugye toppárja lett, illetve gondolok mondjuk 9-es pár, ami ugye de akár egy 8-as pár is lehet nála, de tehát olyan lapok is vannak, amiket nem illeszkedik a bordes és ezek most olyan készkezek, amik ellen jócskán elő vagyunk, ilyen a 10-es pár, Bubi pár, Dáma pár. igazából a Dáma pár sem lehet kizárni ebben a szituációban ellenfelünknél, akár ez király is lehet, ez Dáma, ez Bubi, úgyhogy ezeken a lapok ellen tényleg vagy messze elől, vagy messze hátul vagyunk. Te esetleg lehetnek nála olyan lapok, ami hát, hogyha egy lazábban ad meg, ugye ezt nem tudjuk még róla, mondjuk egy Bubi 10, vagy egy Dáma 10, ami legrosszabb esetben akár combo is adhatott ellenfelünknek de tehát azt mondom, hogy itt főleg vagy, legjobb, tehát vagy nagy favoritok vagyunk vagy pedig jócskán hátul vagyunk úgyhogy én azt mondom, hogy itt a védelem elé helyeződik a pot control ennél a szituációnál és a checket jobb játéknak tartom mint azt, hogy kontbeteljük ezt a flopot így is tettünk igazából itt az a terv, hogyha ellenfelünk törnön belenyit, akkor egy utcát kólolunk, és hogyha Blank River jön, és újabb nyitást kapunk, akkor pedig inkább érdemes eldobni a lapot, mert ezen limiten ez a két bet, ez nagyon-nagyon ritkán lesz bluff, viszont egy betnél ugye elcsíphetünk akár bluffot, akár fel bluffot is. Tehát mögé csekkeltünk, és jön egy hetes a törnön, annak azért örülhetünk, hogy nem egy pik érkezett, azonban így is, hogyha kicsit átgondoljuk, hogy hogyan alakult az ellenfelünk range, hogy a tízes pár már open-ended uh, straight draw is kapott, illetve ha mondjuk ugye tízes bubia van, akkor, akkor 0% ek vitünk lett, a hetes pár szettes adett, tehát végül is az is lehet nála, de azért összességében nagyon-nagyon sok lapjának nem segített, tehát itt, hogyha ellenfelünk csekkel, akkor akkor én azt javaslom, hogy egy ilyen kétharmad pot körüli bettel kezdjünk el értéket kiszedni a kezünkből, és valószínűleg erős ászokkal is bele fog már nyitni ellenfelünk, hiszen azért az ő szemében ez egy elég draw heavy flop, és ugye bár valószínűleg mi is ismeretlenek vagyunk az ő számára, de azért nem zárhatja ki, hogy, hogy éppen ne lennének élő áutjaink, akár sorra, akár flösre mondjuk a kombódrókat ugye az, azért egy nagy részt lecsökkenti, hogy a pikkász az asztalon van, és ezáltal a pikkászos kombódrók nem lehetnek kint. Ellenfelünk egy bettel indít. A törnön és mivel uh, elterveztük, hogy egy betet megadunk a törnön, ha ellenfelünk nyit, ezért uh, ehhez érdemes tartani is magunkat és megadni. És így is tettem és Riveren megérkezett az a lap, amivel ugye gyakorlatilag, hogyha reálisan nézzük a helyzeteket, akkor a tízes bubi mellett egy second alakul ki, ellenfelünk pedig pot committed, hiszen potnál kicsit kevesebb pénze van, úgyhogy innentől kezdve, hogy megkaptuk ezt a Joker kártyát, Riveren nem lehet más kérdés, mint maradék megpróbáljuk berakatni vele, örömmel tönkre menjünk itt természetesen, és hát ha ez a River nem érkezett volna, és mondjuk itt ugye kapnánk egy puszt, akkor azt hiszem, hogy ez egy elég könnyű dobás lenne. Így azonban tényleg nagyon szívesen tönkre megyünk. Ellenfelünk megteszi nekünk azt a szívességet, hogy berakja, mi pedig megteszük azt a szívességet magunknak, hogy megadunk. A potot azonban sajnos nem vittük ki, ugyanis egy bubi 10 volt ellenfelünknél. De mellett, hogy ez, azt gondolom, hogy preflop egy nem túl jó kol, elég szerencsétlen parti, főleg így, hogy gyakorlatilag ez volt az egyetlen lap, ami, 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 leeshetett, és kifizettük neki a maradék tehát a maradék letétjével a sorát, úgyhogy hát ez volt az utolsó hand itt a videóban, de ezt remélem, hogy jó szórakoztatok és érdekesnek, is találtátok a leosztásokat továbbra is várom az értékeléseket, illetve a véleményeket akár a sorozattal, akár témajavaslatokkal, vagy bármi mással kapcsolatban. És jó játékot, jó lapjárást kívánok az asztaloknál, sziasztok!